Négy éves voltam. Szüleimet kirúgták egy lakókocsiból álló lakóparkból, mert én mindenhonnan lopkodtam. David családja Mississippibe költözött. Beköltöztünk a városba, ahol szintén elloptam az emberek postáját, és azt gyűjtögettem. Onnan is elküldték a szüleimet. David a legvalószínűtlenebb szemétől az édesanyjától tanult meglopni. Gyermekkoromban többször láttam őt lopni a szemem előtt. Láttam, ahogy a boltokból emelt el dolgokat. Kisfiúként láttam, ahogy kicseréli az árucímkéket. Tinédzserként tovább folytatta a lopást. Amikor loptam, olyan volt, mintha én uraltam volna az eseményeket. Ez egyfajta kontrollt, uralkodási érzést adott a zavaros világomban. Addigra már mindenki úgy ismerte Davidet, mint a rossz fiút. Elkezdtem bicikliket lopni, és ez csak egyre rosszabb lett. 14 és 28 éves korom közötti időszakban minden évben letartóztattak. David emellett inni és kábítószerezni kezdett. A fájdalmat akartam ezzel enyhíteni. Bármilyen drogot kipróbáltam, amihez csak hozzáfértem. Legyen az marihuána, kokain, LSD, ecstasy. Mindent kipróbáltam, ami csak szembe jött. 1988-ban David megnősült. Két összetört ember közül én voltam az összetörtebb. És nyilván a feleségemet is nagyon sok mindennek kitettem, mivel évente börtönben ültem. Mindketten drogoztunk. Három csodálatos kislányunk született, 8 évig voltunk házasok. Ez idő alatt David figyelmen kívül hagyta Istent. Tudtam, hogy ő valóságos, de több ezer mérföldre voltam tőle. A világ dolgait kergettem, a pénzt, és megpróbáltam elnyomni a fájdalmat. De nem fordultam Istenhez igazából, csak kicsi dolgokért imádkoztam. Akkor fordultam hozzá, amikor szükségben voltam. Például a börtönben kértem, hogy szabadítson ki onnan, és én megváltozok. Persze sose változtam meg. Egyik este, amikor David a börtönben egy 15 éves börtönbüntetéssel nézett szembe, térden állva a három kislányára gondolt. 6, 4 és 1 évesek voltak akkor. Tudtam, hogy hosszú ideig leszek börtönben, és mire kikerülök, már leérettségiznek. Nagyon nehéz volt. Elkezdtem sírni, és könyörögtem Istennek, hogy bocsássa meg mindazt, amit elkövettem, a kábítószerezést, a rablásokat, és azt is, amivé váltam. Undorodtam az egész addigi életemtől. Meg akartam változni. Abban a pillanatban David elfogadta Jézus Krisztust az élete uraként. Hallottam, hogy Isten azt mondja, David, minden rendben lesz. Könyörülök rajtad, és ki foglak szabadítani innen. Éreztem Isten jelenlétét a cellámban. Ott a földön, és elkezdtem az örömtől sírni. A fájdalom könnyei átváltoztak az öröm könnyeivé. Elkezdtem sírni, mert tudtam, hogy Isten szólt hozzám. Valóságos módon megérintett engem. Nem tudtam, hogy hogy visz ki innen, de föltörtek az öröm könnyei. Végül David börtönbüntetését lecsökkentették. Amikor kiengedték a börtönből, csatlakozott egy gyülekezethez. 1999-ben megnyitotta a harcos központot, amely egy helyreállítási program férfiak részére. Ugyancsak vezet egy kábítószeres rehabilitációs programot. Ahogy a lányainak is szükségük volt apára, David szerint mindannyiunknak szükségünk van a mennyei atyára. Több millió kilométerre vagyunk Istentől, de mindig visszatérhetünk hozzá. Az Úr vár minket és harcol értünk. Vár arra, hogy nekiadjuk a szívünket, és hagyjuk, hogy dolgozzon az életünkben.